Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, a keresztelésre is készülve énekeljük a 329. dicséretünk első, második és ötödik versét. Mi Urunk Jézus Krisztus így küldte el a mindenkori tanítványait az evangélium hirdetésére. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam ti néktek. És imé én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. A karácsonyi evangéliumból, Lukács evangélium a második fejezetéből a 11.-12. verset olvasom. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. Találtok egy kisgyermeket a jászolban. Kedves szülők, úgy gondolom, megtapasztaltátok már azt, hogy amikor a gyermek megszületett, akkor egy egész új korszak kezdődött el. Valami újat hozott a családba a gyermek. Új korszak kezdődött el a házaspárok számára, a szülők számára, egyáltalán amikor szülővé válik az ember. Új korszak kezdődött a család,
rokonság, nagyszülők, keresztülők életében is, amikor egy gyermek belép a világba. Átrendezi a viszonyokat, a figyelmet, időt meg kell osztani, több felé kell osztani a figyelmet, az időt, az értékrend is egyre sürgetőbbé válik, hogy olyan legyen, amit tovább lehet adni. Pedig még kicsik, nagyon kicsik, és mégis mennyire megváltoztatják a család életét, életrendjét. A karácsonyi evangéliumban, a jól ismert bibliai szakaszban, amit most Lukács evangéliumából olvastam, szintén ezt olvassuk, találtok egy kisgyermeket. Egy kisgyermeket. És tapasztalhatjuk, az azóta eltelt évszázadok igazolták, hogy egy kisgyermeket találtok, és mit is jelent mindez? Egyik oldalról azt jelentette, hogy abban az időben is születtek gyermekek. Szép számmal születtek. Sok gyermek született. Tisztes, tehetős családokba, vagy éppen szerényebb anyagi körülmények közé. Sok embernek meg is kellett mozdulni annak idején a népszámlálás miatt. Volt, ahogyan tudjuk, hogy nem volt hely a vendégfogadóháznál sem, hiszen el kellett hagyni az otthont a népszámlálás miatt. Egy gyermek született, egy kisgyermek, akit bepójálnak, akit a jászolba tudnak elhelyezni, a sok-sok gyermek között, az akkor élt sok-sok ember között született egy gyermek. Minden gyermek születése egy csoda. De amikor az egész világ összefüggésében nézzük meg mindezt, akkor egy a sok közül. Egy törékeny kisgyermek. És őt találhatják meg ott, a betlehemi jászolban. De a karácsony üzenete éppen az, hogy ez a gyermek, akit Jézusnak, az a szabadítónak neveznek el, ez a gyermek radikálisan újat hozott a világba. Világra szóló dolgot hozott a világba, amikor ő maga belép a világba, fölveszi a mi emberi formánkat, az ember lét korlátait, aláveti magát a teremtett mindenség törvényszerűségeinek. A karácsony üzenete az, hogy Jézus újat hozott. Azt az újat, amit egyébként Isten megígért a proféták által. A szabadítást, a megváltást hozta, és viszonyulni kell hozzá. Ahogyan egy-egy kis gyermek megszületett, onnan kezdve viszonyulni kell hozzá. Éhes táplálékkal. Nyugtalan, sír, meg kellene nyugtatni. És nem lehet azt mondani, hogy engem nem érdekel. Meghatározza, megváltoztatja a család életét. A karácsony nagy üzenete az, hogy a testélet isteni szeretet Jézus ugyanilyen döntés elé állít, de most már nem egyszerűen a hétköznapok vonatkozásában, egy gyermeknevelés vonatkozásában, hanem hogy leszünk Krisztus követők, vagy nem leszünk. Újat hozott, a kegyelmet hozta el ebbe a világba, és egy nagy változást indít el, mert döntés elé állít bennünket. Döntés elé állít az örökké való Isten. Elküldte kegyelmes szeretetét, befogadjuk, követjük, vagy esetleg elutasítjuk. Döntés elé állít, hogy benne hiszünk, vagy valami másban hiszünk. Döntés elé állít bennünket, hogy őt követve hirdetjük ezt az isteni szeretetet másoknak is. Vagyis a mi életünkben a karácsony változást kell, hogy hozzon. De egyúttal ez egy nagy bátorítás is, egy gyermekek nevelése vonatkozásában, egy nagy bátorítás, hogy az örökkévaló Isten hajolt le mi hozzánk, és a Krisztusba vetett hittel
a benne is általa fölkínált kegyelmes szeretettel, abból erőt merítve lehet nevelni a gyermekeket is, nevelhetjük gyermekeinket, segíthetjük unokáinkat, hogy ők is megismerhessék az egész emberi életet megváltoztató, az egész emberiség számára újat hozó, Krisztusban kapott kegyelmet. Erősödjetek meg ebben a hitben, és a ti életeteket is így rendezze át a Krisztus követése, hogy abból erőt, útmutatást merítve nevelhessétek hitben a gyermekeket. És most pedig erről a hitünkről jöjjetek, tegyünk vallást az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után néktek, szülőknek, keresztülőknek két kérdést teszek föl. Feleljetek hallható szóval és jó lelkismerettel. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy a gyermekeket az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba, a keresztség sákramentuma által befogadjuk? Ígéritek-e, hogy a gyermekeket úgy nevelitek, neveltetitek, hogy felnövekedvén Istenbe vetett hitükről, ők maguk tehessenek vallást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, örökké való Isten, hogy nem csupán nagyszerű világot teremtettél és minket is, elhelyeztél ebben a világban, hogy nem csupán útmutatást, tanácsot adtál az életre, és szabad választási lehetőséggel megajándékoztál, hanem arra is fölkészültél, hogy ha mi elfordulunk, ha nem hallgatunk rád, ha engedetlenek leszünk, akkor megváltó kegyelmet küldesz. Köszönjük, hogy mi Urunk Jézus Krisztusban egészen lehajoltál mi hozzánk, fölvetted a mi emberi testünket, hogy megválts minket. Köszönjük így a karácsony megváltó örömhírét. És köszönjük most egy családokat, a gyermekeket, akiket egy családoknak adtál. Köszönjük a bennük kapott szolgálatot, feladatot és örömet, hogy átrendezi a családok életét a gyermek. Kérünk, áld meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, hogy keresve és cselekedve a te akaratodat tudják nevelni szeretetben, hitben a gyermekeket. És áld meg őket, hogy a gyülekezet közösségében együtt tudjunk segíteni, segíteni a családoknak is, segíteni a hitben nevelésük szolgálatában. Urunk, áldó kegyelmed, oltalmazó szereteted legyen a gyermekekkel és az ő szeretteikkel. Amen. Bálint, keresztellek téged a Bogdának,
minden áldásnak atya és Istene, áldja meg a gyermekeket. Nevelje fel szüleiknek örömére, éljenek mindenek hasznára, ami Urunk, Istenünk dicsőségére. Amen. Helyünket elfoglalva, énekeljük a 309. dicséretünk verseit. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől, aki teljes szent háromság, egy és örökké való igaz Isten. Ámen. Istenek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 136. Zsoltárt. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát
az urak urának, mert örökké tart szeretete. Nagy csodákat művel egymaga, mert örökké tart szeretete. Bölcsön alkotta meg az eget, mert örökké tart szeretete. A földet a víz fölé terítette, mert örökké tart szeretete. Megalkotta a nagy égi testeket, mert örökké tart szeretete. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké tart szeretete. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart szeretete. Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, mert örökké tart szeretete. Kihozta onnan Izraelt, mert örökké tart szeretete. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart szeretete. Ketté hasította a vörös tengert, mert örökké tart szeretete. Átvezette rajta Izraelt, mert örökké tart szeretete. De a fáraót és seregét a vörös tengerbe szorította, mert örökké tart szeretete. Vezette népét a pusztában, mert örökké tart szeretete. Nagy királyokat vert meg, mert örökké tart szeretete. Dicső királyokat ölt meg, mert örökké tart szeretete. Szihón Emúri királyát, mert örökké tart szeretete. És Ógot Básán királyát, mert örökké tart szeretete. Odaadta országukat örökségül, mert örökké tart szeretete. Örökségül szolgájának, Izraelnek, mert örökké tart szeretete. Gondolt ránk megaláztatásunkban, mert örökké tart szeretete. Megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart szeretete. Ő ad eletelt minden élőlénynek, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát a menny Istenének, mert örökké tart szeretete. Amen. Fennállva szóljunk az Úrhoz imádságban. Szent Isten, mindenható Úr, hálát adunk neked, hogy a te szereteted örök. Köszönjük, hogy örök a jövendőben, és köszönjük, Urunk, hogy örök a múltban is. Köszönjük, hogy te alkottál meg minket egyen-egyenként. Te találtad ki, hogy mi éljünk, és te adtál nekünk arra képességet, hogy teljes életet élhessünk veled. Köszönjük, Urunk, hogy adtad azt a képességet, hogy kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük, Urunk, hogy szólhatunk hozzád, és köszönjük, Urunk, hogy te is szólsz mi hozzánk. Így kérünk most téged, hogy küldd el a Szent Lelkedet, hogy hallhassunk, hogy kinyithassuk a szívünket, és megérthessük a te akaratot a mai napon is, úgy, mint minden más napon. Tiéd a dicsőség, légy itt közöttünk. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 294. dicséretünket. Thank you.
Istennek szent igéjét olvasom János evangéliumából, az első részből, a 9-től a 14. versig. Leülve hallgassuk az ige szakaszt. Így szól hozzánk Isten igéje. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Kedves testvérek, az ige testé lett. Ez az egy rövidke mondat az, amely megmutatja a karácsonynak az igazi örömhírét. János evangéliumának az elején olvashatunk a nagybetűs igéről. Már maga a tény is, hogy nagybetűvel szerepel a Szentírásban, arról árulkodik, hogy itt valami nagyon különleges dologról van szó. De mit is jelent az, hogy ige? Sokféleképpen lehet fordítani ezt a szót, mégis maradjunk meg a hagyományos jelentésnél, ami annyit tesz, hogy kimondott szó. Az ige nem más, mint Isten kimondott szava. Természetesen sokunkban felmerülhet, hogy a mai világban már mit sem ér a kimondott szó. A becsület és a szavahihetőség már csak egy régi hiú ábrend. Hol van már az a kor, amelyben, hogyha két fél megegyezett, akkor az kötelező erővel bírt a szavak által. Igen, emberek vagyunk, és nem vagyunk tökéletesek. Van, hogy szánt szándékkal állítunk valótlant, máskor viszont észesen vesszük, hogy amit mondunk, az nem biztos, hogy úgy van. És sokszor izgalmasabb is a hazugság, mint az igazság. Hiszen egy hazug világban jobbnak tűnhetünk, mint amelyek vagyunk valójában. Emberként megesik, hogy hazudunk és valótlant állítunk. Azonban Isten sohasem teszi ezt. Sok-sok ilyen olvashatjuk a Szentírásban, hogy Isten maga az igazság, és egyébként is mi oka lenne annak hazudni, aki mindenható. Semmi értelme nem lenne, hogyha Isten valótlant állítana, hiszen az a lényének mondana ellent. Ha Isten nem hazudik, akkor viszont ő valaki olyan személy, akinek a szavának súlya van. Amit mond, az bekövetkezik. És pontosan úgy következik be, ahogyan mondja. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy ne féljen, mert vele lesz, akkor így is tett. Gondoljunk csak a csodákra, amikor a nép kivonult Egyiptomból. A vizek vérré váltak, a tenger szétnyílt, hogy a nép átmehessen rajta, majd utána is a pusztában Isten a népet nem hagyta egyedül, és csodálatos mannával táplálta a semmi közepén. Isten nem hazudik, amit ő mond, az egyenesen az igazság. És Isten kimondott szava sokkal, de sokkal erősebb, mint bármelyik másik személyé. Az ő szava, az teremtő szó, ahogyan Mózes első könyvében a Biblia legelején is olvashatjuk. Az ő szavára születtek a különböző állatfajok, az ő szava működteti az égi testeket, és az ő szava volt az, amely következtében mi is megszülettünk. Mindenható szó, amelynek segítségével Isten cselekszik. És ez a szó, ez az ige lett testé Krisztusban karácsonykor. Testé lett, azaz közvetlenül olyan tapasztalhatóvá vált, mint bármelyik másik ember. Nemrégiben láttam egy filmet, amely két fiatalról szólt.
Mindkettejüknek súlyos tüdőbetegsége volt, ezért egy kórházban kellett élniük, szigorú szabályok mentén, nehogy bármilyen kórokozóval megfertőzzék egymást. Ugyanis az az életük végét jelenthette volna. Egyikőjük egy fiatal lány volt, a másikójuk pedig egy fiatal fiú, és ahogy ez a filmekben lenni szokott, egymásba szerettek. Viszont nem érinthették meg egymást. Sőt, másfél méternél nem mehettek közelebb egymáshoz, nehogy a levegőben a kórokozókkal megfertőzzék egymást. Kapcsolatban éltek, kapcsolatban, érintés nélkül. A film éppen erről szólt, hogy az emberi életnek mennyire elemi része az érintés. Gondoljunk csak bele a mi életünkbe is. A férfiak kézfogással köszöntik egymást. Az anyuka lefekvés előtt megsimogatja a kisgyermeke arcát. Ha boldogok vagyunk, megöleljük egymást. A házasságnak pedig elemi része a csók. De ha nem is az emberek közötti kommunikációra gondolunk, akkor is az érintés nagyon fontos. Mindannyian tudjuk, hogy milyen az érintése egy érdes fatörzsnek, tudjuk, hogy milyen az, hogyha egy kés elvágja az ujjunk, tudjuk, hogy milyen a tapintása egy langyos fűtőtestnek, vagy éppen egy selymes ruhának. A tanulást vizsgáló tudósok is megállapítják, hogy a tanulás módszertanában kiemelt fontos helye van az érintésnek. Fontosabb tanulási eszköz, mint a látás vagy a hallás. Viszont aminek nincs teste, azt nem lehet tapintani. Tapintás nélkül nem lehet teljesen megismerni. Az ige azonban Krisztusban karácsonykor testé lett, és teljesen megismerhetővé vált. Hallhatóvá, láthatóvá és tapinthatóvá Krisztusban. És semmilyen akadály sem maradt közte és mi köztünk emberek között. A mindenható, igaz, kimondott szó a teremtő szó lett testé, hogy megismerhessük. És mindezt az Úr nem ok nélkül tette. Azért jött el a világba Jézus Krisztus, hogy világosságot hozzon. Nem csak tapinthatóvá vált, hanem egy újfajta látásmódot adott nekünk. Biztosan hallottuk már ezt az igét Máté evangéliumából. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Ugyanis a sötétben csak botorkálni lehet. Biztosan mi is jártunk már úgy, hogy az éjszaka közepén elindultunk a mosdó felé, és milyen nagyot bele lehet ilyenkor rúgni egy küszöbbe, egy ajtófélfába, vagy egy szekrénynek a sarkába. Ha sötétben akarunk tájékozódni, akkor könnyen megütjük a bokánk. De ha felkapcsoljuk a lámpát, ha eljön a világosság, akkor minden más megvilágításba kerül. Az ige, az igazi világosság, ezt olvashattuk a Szentírásban. Tiszta fény, amely nem torzítja el a valóságot. Erős és igaz fény, amely saját szívükben tünteti fel a dolgokat, amelyben meg lehet látni, hogy mi micsoda valójában. Gondoljunk csak arra, hogyha nem fehér színű lámpát használunk, hanem mondjuk egy kék színűt, és azzal megvilágítunk egy piros labdát. A labdának nem fogjuk látni a piros színét, csupán feketének látjuk. Más színű lesz, mint ami valójában. Viszont ha hagyományos fehér lámpával világítunk rá, akkor láthatjuk az igaz fényben, hogy milyen színű a labda. És így jött el az igazi világosság közénk a földre. És noha abból semmilyen kárunk sem lenne, ha egy piros labdát más színűnek látunk, viszont egyből más a helyzet, hogyha egy másik szemét másmilyennek ismerünk meg, mint amilyen ő valójában. Azzal nem csak a másiknak, hanem magunknak is sok kárt okozhatunk. Az ige testé lett, megismerhetővé vált, és elkezdett magából egy olyan igaz és tiszta fény sugározni, amelyben minden valóságosnak mutatkozik. Saját kora sajnos mégsem ismerte meg őt, mivel elhomályosult a tekintete saját korának, és nemhogy a piros labdát nem látta pirosnak, még azt sem vette észre, hogy az igaz és tiszta fény mennyivel szebb, mint a rideg fény, vagy mint maga a sötétség. A sötétben aludni kényelmes, de ki akar egész életében aludni?
A kora nem ismerte fel őt, mégis voltak azok, akik befogadták őt, és ők lettek Isten gyermekei, az igazság gyermekei, akik Istenhez hasonlóan képesek súllyal bíró igaz mondatokat mondani. Gyermekek, akik nem teremtenek, de képesek hatást gyakorolni a világra. Gondoljunk csak az apostolokra. 12 írástudatlan férfi 40 év alatt eljuttatta az egész római birodalomba a kereszténységet. Egy egész világot változtattak meg, amelynek a hatása ma is érződik, hiszen az európai civilizációnak az egyik alappillére a keresztény gondolkodás. Illetve a Szentírásban is azt olvashatjuk, hogyha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen oda, akkor oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Gondoljunk bele, hogy milyen lenne, hogyha a Mátra hegység holnap átsétálna Alsó Józsa mellé, és már sielni mehetnénk a két ünnep között. Mert akkora hitetek volna, mint egy mustármag, nem lenne előttetek lehetetlen. És gondoljunk bele, hogy Krisztus egyházában mennyi megkeseredett élet születik újjá nap, mint nap. Gondoljunk bele abba, hogyha nincs lehetetlen, akkor egy egész ország tud szeretetteljessé változni, hogyha a hit hangja megszólal benne. Hatalmas dolgokat lehet véghez vinni az Úrral, ha belevágunk az ő tervébe is, engedelmesen követjük őt, hiszen erre ígéretet kaptunk. Isten akaratából születtünk, az ő kimondott szava által születtünk. Ő volt az, aki velünk volt a kezdetek kezdete előtt, még akkor, amikor hegyek és dombok sem voltak. Ő volt az, akiben megszületett a mi életünknek az ötlete. Ő akarta, hogy éljünk, ő formált meg minket egyen-egyenként. Gondot viselt már akkor is, amikor a szüleinknek még egyetlen egy emléke sem volt rólunk. És ez a mindenható ige testé lett, aki minket kitalált, és ez az ige hozott igaz fényt a mi életünkbe. Ebben a világban mi láthattuk őt, tapinthattuk őt, ahogyan Tamás apostol is tette, vagy ahogyan a napkeleti bölcsek megtehették. Felfedte magát, és így szólt Krisztus, itt vagyok, és bárki jöhet hozzám. Vagy ott jött a húsvét, jött a pünköst, és ma már nem jár testben közöttünk ugyanazon a módon, de az egyházában, Krisztus az egyházában a Szent Lelke által valóságosan és teljes mértékben jelen van. És Krisztus között és az egyház között ma is egy olyan erős kapcsolat van a Szent Lélek által, amely erősebben működik, mint bármelyik más érzékszervünk. Nem halljuk Istent? Nem látjuk Istent? Ma már nem tapintjuk Istent? Mégis érzünk valamit, hogyha ő hozzánk lép. Mintha belülről kezdenénk el remegni, vagy valamilyen boldogság tölt el minket, egy különös érzés, amely sokkal teljesebb, mint bármelyik más érzékszervünk. Nem tudjuk, hogy ő mikor és hogyan lép hozzánk, de azt biztosan tudjuk, ha a Szentlélek szólít meg minket. Azonban van, hogy nem akarjuk őt megtapasztalni. Van, hogy nem akarjuk őt meglátni, és becsukjuk a szemünk. Van, hogy nem akarjuk őt meghallani, és képzeletben füldugókat teszünk a fülünkbe. És van, hogy egy vastag kesztyűt veszünk a kezünkre, hogy ne tapinthassunk. De van, amikor ezt a vastag kesztyűt levesszük, a füldugót kivesszük a fülünkből, a szemünket pedig felnyitjuk, a szívünket kitárjuk, hogy tapasztalhassunk. Ezen a karácsonyon is itt az ideje, hogy tapasztaljunk. Nyissuk hát ki a szívünket az Úrnak, és lássuk meg az ő nagy tetteit a gyermekei életében. Halljuk meg az ő ma is élő és ható igéjét, és kulcsoljuk imára a kezünk, hogy az ő ereje ma is áthasson minket, mert ő mellettünk áll minden egyes harcban. Ámen. Énekeljük a 308. dicséretünknek az első, majd pedig a negyedik versszakát. Thank you.
Fennállva hajtjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Szent Isten, hálát adunk neked, hogy a te szavad valóság. Hálát adunk neked, hogy a te szavad teremtő szó. És hálát adunk neked, hogy mi a te gyermekeid lehetünk. És így kérjük most téged, Urunk, hogy adj nekünk hitet. Adj nekünk egy mustármagnyi hitet, amely nekünk bőven elég. Nem kérünk többet, csak pont annyit. És köszönjük, Urunk, ha veled járunk, akkor nincs előttünk lehetetlen. Köszönjük, hogy akár egy hegy is arrébb léphet, de még inkább köszönjük, hogy te adsz a megkeseredésre vigaszt. Adsz a gyászolóknak megvigasztalást, adsz a betegeknek gyógyulást, és adsz minden problémára gyógyírt. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy és létezel, és hálát adunk, hogy testben is itt jártál közöttünk, Jézus Krisztus, Szent Isten. És köszönjük, hogy szent lelkeddel most is itt vagy. Itt vagy a te szent egyházadban, itt vagy velünk ebben a templomban, hogyha készek vagyunk befogadni téged. Így kérünk most téged, Urunk, hogy nyisd meg az érzékszerveinket, terelhet. Nyisd meg a szemünk, a fülünk, a tapintásunk, és nyisd meg a szívünk, hogy érzékelhessünk téged, és meghallhassuk a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk akarsz lenni, és köszönjük, hogyha szólunk hozzád, akkor velünk vagy. Kérünk téged, Szent Isten, hogy így áld meg ennek a gyülekezetnek minden egyes tagját. Így áld meg a református egyházat Magyarországon, és minden keresztényt szerte a világon. Tiéd dicsőség, Szent Isten, menjen és földön. Jézus Krisztusnak nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. És pedig maradjunk egy percig csendben, és ha készek vagyunk rá, akkor szólítsuk meg a mi Urunkat, hogy adjon nekünk hitet a személyes imádságainkban. Mondjuk el közösen fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretett népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az igehirdetés szolgálatát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 5. éves hallgatója Víg Tamás végezte közöttünk, mint ünnepi legátus. Nagy szeretettel kérlek, hogy bár tudnék néhány mondatot róla mesélni, de te magad mutatkozzál be a gyülekezetnek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Víg Tamás vagyok, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek a hallgatója, és mielőtt még bármit is mondanék magamról, szeretném átadni az egyetemnek az üdvözletét a gyülekezet részére. És egyúttal én szeretném megköszönni, hogy ezen az ünnepen itt szolgálattam a Nagy Erdélyi Gyülekezetben,
Mindig örömmel jövök szolgálni bármelyik közösségbe, de talán ez egy kicsit kiváltképpen is kedves számomra ez a gyülekezet, hiszen biztosan sokan tudják, hogy a mennyasszonyom Püski Eszter, akit azt hiszem sokan ismernek itt a gyülekezetben. Rólam röviden annyit, hogy Kiskunfélegyházáról származom, ott tanultam, majd egy kis budapesti kitérő után érkeztem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, amelynek most már a vége felé járok. A Szentírás tanulmányozása mellett van egy különösebb érdeklődésem is. Nagyon szeretem a képi kommunikációnak a világát. Ez azt jelenti, hogy a fotókat, videókat mind nézni, mind pedig készíteni. És szeretném, hogyha az egyháznak a szolgálata ebbe az irányba is terjedne az egyházon belül, vagy akár a misszióban is. Missziós rövidfilmeket, vagy olyan képanyagokat készíteni, amely kortárs módon, mai módon tudja megszólítani azokat a fiatalokat is, akikkel lehet, hogy személyesen nem tudunk találkozni, és így invitálni őket a gyülekezetekbe, hogy egy teljesebb életre juthasson mindenki, és megtapasztalhassa Jézus Krisztusnak a csodálatos létét. Köszönöm szépen még egyszer a szolgálatot, és vissza is adom a szót. Köszönjük szépen, és Isten áldjon meg téged és szeretteidet. A két ünnep között vasárnap a vasárnapi rendtartás szerint lesznek az istentiszteletek. Esztendő utolsó istentisztelete 31-én délután 4 órakor lesz, és az új esztendő első istentisztelete január 1-én 10:30-kor. Legyen áldott ez az ünnep hátralévő része mindenkinek a gyülekezet közösségében és családi közösségben is. És bátorítson bennünket az ige, emlékezve az ige szavára, hogy valóban fölismerjük, megismerjük, megtapasztaljuk, szívünkbe fogadjuk az Isten testélet szeretetét. És most a 296. dicséret 5., 6. és 7. versét énekeljük.